Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Biztonságosabb lesz a közlekedés Tolnán, több helyen is forgalmi változtatások történtek. Megújult a gyürei óvoda, 50 millió forintból korszerűsítették az intézményt. Huttonyos fesztivál, a kulináris élmények mellett koncertekkel várták a látogatókat Pakson. Eltiltás alatt vezetett, felesége rendszámtábláját használta, de lebukott. Tolnaváros több pontján végzett változtatásokat a forgalomszabályozási munkacsoport. Számos utcát egyirányosítottak, megkönnyítve ezzel az ott lakók életét, illetve jelenleg is folyik egy forgalomlassító küszöb építése az Akácfa utcában. Mindezekre a szabályozásokra azért volt szükség, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést mind a gyalogosok, mind pedig az autósok számára. Forgalomlassító küszöböt készítenek Tolnán az Akácfa utcában. Egy már elkészült, most a második építésén dolgoznak. A városban az egyik legnagyobb probléma, hogy a belterületi utakon is nagyon nagy sebességgel közlekednek az autósok, ez pedig erre az utcára különösen jellemző. Ezért döntöttünk, hogy forgalomlassító küszöböt építünk, nem fekvő rendőr, tehát nem az a cél, hogy az autókba kárt tegyünk, nem az a cél, hogy meggátoljuk a forgalmat, hanem az, hogy a sebességet az előírt sebességtartományra tudjuk csökkenteni. Nagyon sok kisgyerek van az utcában, folyamatos a gyalogos forgalom is, kerékpárosok is használják az utcát, ezért tartottuk indokoltnak, illetve lakossági kérések is voltak. Ezt akceptáltuk és döntöttünk ezek bevezetéséről. Az elmúlt években a településen jelentősen megnövekedett a közúti forgalom, ennek hatására nőtt a város belterületén a közúti balesetek száma. A nagyfokú gépkocsi használat miatt a frekventált helyeken parkolási gondok alakultak ki, az egynyomsávú utcákban leromlott az útszél, útpatka állapota, és veszélyessé vált a párhuzamos közlekedés is. Mindezek csökkentésére 11 utcában egyirányosították a forgalmat. Látjuk azt, hogy működik a rendszer, az egyirányosítás, azzal, hogy nincs szembeforgalom, nem kell a patkára lehúzódni, látható, ahol patkát javítottunk egyirányú utcákba, hogy a patkák megfelelő műszaki állapotban vannak, korábban sajnos egy hónap után leromlott a patkák állapota, kikátyusodott, baleset veszélyes volt, hiszen az autók csak az útról, úttestről lehúzódva tudták egymást kerülni. Ezért voltak indokoltak ezek. Más eszközökkel is igyekeznek lassítani a forgalmat, illetve betartatni a sebességhatárokat, így egyre több ponton a városban és egyre több alkalommal sebességmérés is történik, hogy kiszűrjék a szabálytalanul közlekedő autósokat. A magyar kormány Európában elsőként megkérdezi az embereket az Oroszországgal szembeni szankciókról, mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben napirend előtt. A kormányfő rámutatott, az Unió gyakran az európai értékek megsértésével vádolja Magyarországot, miközben a legfőbb európai érték a demokrácia. Annak ellenére nem kérdezték meg az embereket, hogy azok árát az európai polgárok fizetik meg, hangsúlyozta Orbán Viktor hozzátéve. A kabinet egy nemzeti konzultáció keretében vár választ arra az emberektől, egyetértenek-e a szankciókkal és támogatnak-e újabbakat. Ezt tettük a migráció, a Covid-járvány és a gender ideológia esetében is. Sikerült létrehoznunk a nemzeti egységet, és ezzel megteremtettük a válságkezelés közös alapját. Most is nemzeti konzultációt indítunk, ahol a magyar emberek elmondhatják a véleményüket, egyetértenek-e a szankciókkal, támogatják-e újabb szankciók bevezetését, vagy sem. Arra kérem a magyarokat, mindenki mondja el a véleményét. Mondja el, mert a szankciók minden magyar család életét érintik, és érinteni is fogják. Összesen 50 millió forintból újult meg a gyürei Kútvölgy óvoda. Az önkormányzat a Magyar Falu program pályázatának köszönhetően tudta megvalósítani a beruházást. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az ünnepélyes átadón elmondta, hogy amint lehetőség nyílik rá, az óvoda külső felújítása is meg fog történni.
50 év után újult meg a Györei Kútvölgy óvoda. Az intézményben, ahová jelenleg 15 gyermek jár, teljes belső felújítás történt. Ennek köszönhetően a kicsik most már sokkal komfortosabb és korszerűbb körülmények között tölthetik a hétköznapjaikat. A csoportszobánk megújult, fűtés, korszerűsítés, világítás, a vizes blokkunk teljesen új, és egy vezetői irodát is sikerült kialakítani. Úgyhogy azt mondhatom, hogy az az óvodai nevelési program, ami szerint mi dolgozunk, a néphagyományőrző óvodai nevelési program most méltó környezetbe került, és így most méltó környezetben tudjuk megvalósítani. Az ünnepélyes átadón Potáp Járpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, a tervek szerint, amit lehetőségük nyílik rá, az óvoda külső felújítása is megvalósulhat, mintegy 30 millió forintból. Az elmúlt évben felújítottuk teljes mértékben a Magyar Falu pályázatból programban a Györei óvodát. Sajnos a külső még nem készült el, de igazából csak a belső terek felújítására volt forrás, illetve ezt a pályázatot 100%-os intenzitású pályázaton nyerték el. Ennek az összege 50 millió forint volt, amiből el is készült, meg is tudták valósítani ezt a beruházást. Potáp Járpád János hozzátette, hogy az elmúlt években a körzetében szinte valamennyi településen megújulhattak az intézmények, utakat, járdákat építettek a Magyar Falu program pályázati lehetőségeinek köszönhetően. 100 éves lett a Mérei utca idősek otthonának egyik lakója Szekszárdon. A szedresi születésű Pap Antalné mindig is Tolna megyei lakos volt, a mezőgazdaságban dolgozott, szereti a növényeket, ha ideje engedte, mindig a virágokkal foglalkozott. Őt ünnepelték az intézményben. A miniszterelnök szavait és a város jó kívánságait Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere adta át az eseményen. Természetesen minden alkalommal átadjuk a miniszterelnök úrnak a köszöntő oklevelét is, és hát a hozzájáró pénzügyi ajándékkal együtt. Nagyon örülünk annak, hogy azért egyre több ember van itt Szekszárdon, mert ha az utóbbi 2-3 hónapra emlékszem vissza, 90 éves több volt, 95 éves kevesebb, és hát a 100 éves korú hölgyek közül a Juliska néni a második, akit köszönhetünk ebből az alkalomból, és hát nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép kort meg tudtak élni. Súlyosbította a szekszárdi törvényszék annak a férfinak a büntetését, aki 2019-ben bedolgozva és részegen halálra gázolt egy füvet nyíró férfit kétjén. Másodfokon 6 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélték a 35 éves tolnai vádlottat, aki már meg is kezdte büntetésének letöltését. Egy éppen füvet nyíró helyi lakos sodort el, és gázolt halálra 2019-ben Kétyen egy ittasan és bedrogozva vezető férfi, aki a megengedett 50 helyett körülbelül 85 km/h száguldozott a településen. A Bonyhádi Járásbíróság első fokon 5 év 8 hónapra ítélte a tolnai férfit, ezt azonban a szekszárdi törvényszék most másodfokon súlyosbította. Az ügyben több súlyosító körülmény is felmerült, az, hogy a vádlott több szabályt is megszegett egyszerre, az, hogy nem csak ittas állapotban vezette a járművet, hanem kábítószer hatása alatt is állt, illetve egyéb bűncselekményeket is megvalósított. A szekszárdi törvényszék a 35 éves férfit bűnösnek találta, felelnie kell halált okozó ittas járművezetés, kábítószerbirtoklás és egyéb vagyon elleni bűncselekményekben is. A kiszabott 5 év 8 hónap szabadságvesztés súlyosított, így a szabadságvesztés 6 év 8 hónap börtönbüntetés lett, 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és a jogosítványát 10 évre a bíróság bevonta. Az ítélet jogerős, így a vádlott megkezdte a büntetés letöltését. Amerikai kézműves hamburger, svájci olvasztott sajtos bagett, spanyol churros, angol fish and chips. Csak néhány olyan étel, amit a hétvégén lehetett kóstolni Pakson, a Puttonyos Fesztivál és Food Track Show-n. Az ősz ünnepén a kulináris élmények mellett koncertekkel, pihenősziggel, helyi termelők boraival várták a látogatókat. Maga az olvasztási folyamat, ahogy sütjük a sajtot, ezekkel a speciális rakletsütő gépekkel, megszórjuk egy fűszerkeverékkel, amikor megvan a szendvicsünk, és utána tesszük rá a feltéteket.
Nagy Balázs gyakorlott mozdulattal keni rá az olvasztott svájci raclette sajtot a bagetre, a Putonyos Fesztiválon és Food Traction. Párjával Szabó Lilivel közösen indították el vállalkozásukat, és járják az országot ezzel a svájci nemzeti étellel. Mindennek az alapja az egy speciális francia raclette sajt, amit megolvasztunk egy raclette sütő segítségével, és húzzuk rá, vagy helyben sütött bagetra, vagy pedig egy nagyon finom ilyen burgonyára, és ehhez fekete erdei sonkát, illetve a feltétek széles választékát kínáljuk. A Puttonyos Fesztiválon és Food Traction különleges fűszerezésű hamburgereket, kolbászokat, kézműves söröket, koktélokat, helyi termelők borait lehetett kóstolni. Közben a gyerekek is szórakoztak a játszósarokban. Kiváló minden! A gyerekeknek nagyon jó, nekünk is nagyon jó. Többen a mangalica hússal készült hamburgert dicsérték. Ezt a belfrittől kóstoltunk, ezt a mangalica hamburgert, ami azt mondom nagyon ízletes, és árban is kiváló volt. Nagy sikere volt a paksiak körében a marha bordának is, barbecue szósszal. Az étel mellé volt, aki ananászos kézműves sört rendelt. Van hozzá ilyen barbecue szósz, kis saláta, krumpli már elfogyott a kenyérem. A Puttonyos Fesztivál 2021-ben egészült ki a Food Truck Show-val. Többek között ezért változott meg a helyszín. A Sárgödör téről a Táncsics Parkba került át a program. Egy koncepciót váltottunk, ehhez ugye a területet is változtattuk, mert én ugye a Sárgödör teret idéglenesen elhagyva, de ide átkerültünk a Táncsics Parkba, hogy egy új elrendezést mutassunk meg ennek a Food Truck Show-nak. Eleve ugye nagyon sok kocsi érkezett, így el se fért volna a Sárgödör téren, és egy új hangulatot teremtettünk ezzel. Horváth Zoltán, a Food Truck Show főszervezője azt mondja, a rendezvény elve az, hogy a kilátogató minél gyorsabban hozzájuthasson a minőségi ételhez, italhoz. Itt teret nyertünk a Táncsics Parkban, ezért többen tudtunk kijönni, 13 autó van. Valóban a krémia a Magyarországon felelhető büfékocsiknak. Nemzetközi konyha van, amerikai, magyaros, fish and chips, belga gofré. Az Irigy Hónal Mirigy koncertjével zárult a nap, szombaton pedig környékbeli zenekarok léptek fel a Táncsics Parkba kihelyezett színpadon. Egy rutin ellenőrzés során bukott le Felsőnálán az a 45 éves férfi, aki a vezetéstől való eltiltás alatt használta autóját. Az igazoltatás során a rendőrök a szondát is megfújatták vele, ami magas értéket mutatott. A szabálysértő trükkösen próbálta forgalomban közlekedni, hiszen felesége rendszámát tette a kocsijára. Bár eltiltották, mégis vezetett az a férfi, akit Felsőnálán az éjszakai órákban állítottak meg a rendőrök. A férfi adatainak ellenőrzése során megállapították kollégáim azt is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, mely még mindig hatályos volt, ugyanis nem vett részt a képzésen. Az előéletének köszönhetően már ismert volt a kocsijának típusa és rendszáma is, de utóbbi az ellenőrzés során már nem egyezett meg. Mint kiderült, még az indulása előtt átszerelte felesége tábláit a saját autójára. Kollégáim ebben az esetben egyetlen intézkedés alkalmával három büntető eljárást is kezdeményeztek a férfi ellen. Egyedi azonosító jellel visszaélés büntette, ittas járművezetés vétség, valamint eltiltás hatály alatti vezetés vétségének elkövetése miatt. A sofőr viselkedése az ellenőrzés során igen zavaros volt, ezért a rendőrök a szondát is megfújatták vele, ami igen magas értéket mutatott. Tettéért a férfi több éves eltiltásra is számíthat. Regionális hírei következnek. Rendhagyó családi nap, szüleikkel együtt versenyeztek a diákok. Úri passzió, a különleges kártyajátékot népszerűsítették. Jótékonysági futóverseny, közel 1000 résztvevővel rajtolt el a sportrendezvény. Rendhagyó családi napot szervezett a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium. A csapatoknak ugyanis sport, ügyességi és játékos kihívásokat kellett teljesíteniük. Az évente megrendezendő programmal a suli közösséget akarják erősíteni. Közös bemelegítéssel kezdődött a családi nap. A diákok azt mondták, már alig várták ezt a különleges alkalmat, hogy a szüleikkel együtt sportolhassanak. Én már
már voltam elsőben is itt ezen a napon, és szerintem jó lesz, mert mindig jó szokott lenni, és a menetlevelem csökkenő számsorba fogunk menni a barátnőmmel. A családoknak a 20 kihívásból minimum 5-öt kellett teljesíteniük, a sportos tanulóknak ez nem okozott nehézséget. Szeretek mozogni, labdázni, és úszak és táncolok. A gyerekekhez a szülők is szívesen csatlakoztak. Mind a két kislányom ide jár ebbe az iskolába. Nagyon szeretjük ezt az összejövetelt, mert így akkor a családok, barátok, itt mindenki összejön, és részt veszünk ezeknek a kellemes kis sporteseményen, és jókat nevetünk és mosolygunk egymáson. Míg tavaly a mesék köré csoportosították a családi nap programját, addig idén az egészségmegőrzés és a mozgás volt a fókuszban. Ez egy szemléletváltásnak a kezdete tulajdonképpen. Szeretnénk egy kicsit egészségtudatosabban, mozgáscentrikusabban élni, és erre a szülőknek is, és a gyerekeknek is, és a pedagógusoknak is együtt haladni ebben előre. A többi között célbadobás, kúszás, mászás és egyensúlyozó feladatok is várták a családokat a Csokonaiban. 78 lap, bubu, lovas, dáma, király, valamint a bolond kártya. Így épül fel a tarok pakli. Bár kevesen ismerik ezt a játékot, és még kevesebben lesznek mesterei, megfelelő társaságban nagyon is élvezetes tud lenni, mondják a Simonfai verseny résztvevői. A kártyát nem csak úgy kell tekintenünk, mint veszedelmes játékeszközt, hanem mint művelődés történelmi szempontból érdekes az. Az 1893-ban megjelent cikkben olvasható megállapítás ellenére a kártyázás eredetét egyértelműen nem lehet megállapítani. A tarokjáték egészen a középkorig nyúlik vissza, Magyarországon pedig a 18. században kezdte meg térhódítását. Jókai és Mikszát is nagy rajongója volt a játéknak. Egy faluban az orvos, a pap, a tanító és a jegyző, azok összeültek, és akkor ők tarokkoztak. Akkor még nem volt televízió, faluhelyeken nem volt mozi, rádió is csak egy-kettő, tehát ez volt a szórakozás egyik. És ezért mondom azt, hogy a Magyarországon népszerű ez a játék. A tarok maga egy komplex ütésű kártyajáték, különlegességét az adja, hogy saját 5 színű kártyája van, melyben a francia vagy olasz színjelzőkkel ellátott színes lapok mellett van egy hosszabb sorozat is, a tarok, amely ebben a játékban mint állandó adó szerepel. Nem mozott ágy osztalukra még. Már ha én indulok, az egy kicsit izgalmasabb. Hát sokkal. A hétvégén Kaposvár tarok kedvelői gyűltek össze a Simonfai Kulcsosházban egy többfordulós baráti versenyre. 10 forduló van egy évben különböző helyszíneken, és akkor pontozás van, van versenyenként értékelés, és van a éves értékelés is. Itt most úgy tűnik, hogy 62-en maradtunk, valamiért valakik nem tudtak megérkezni, volt, mikor 70-ig eljutott a nevezés. Míg a versenyzők az asztal fölött küzdöttek meg egymással, addig néhányan fakanalat ragadtak és az ebédet készítették. Így a tarok verseny egy igazi beszélgetős közösség építő mulatsággal zárult a zselit szívében. Több mint 800-an álltak rajthozzá a Magyar Honvédségi Jótékonysági Futóversenyén, amely egyben az egyetemisták és főiskolások országos félmaraton, illetve a maraton bajnoksága is volt. Az erőpróba résztvevői a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai módszertani központot segítették felajánlásaikkal. Kellemes napos időben katonai fúvos zenére melegíthettek be azok, akik úgy döntöttek, hogy rajthoz állnak a Magyar Honvédség 64. Bocónádi Szabó József logisztikai ezredének szombati futóversenyén. Az erőpróba központi helyszínén, a Kaposvár arénánál lehetett plenkelni, súlyt emelni, felülésekben és fekvőtámaszokban is versenyezni. 3, 2, 1. A startpisztolyt ezúttal is egy gépkarabély helyettesítette. Ezt Gavlik Péter ezredes sütötte el, aki azt mondja, a sport és a katonai szolgálat szervesen összetartozik. Ezért is hívták életre ezt a kezdetek óta népszerű futóversenyt. Van olyan lehetségünk, hogy 44 fővel futja le a távot. Szívesen jönnek és szívesen támogatják egyeket. Úgy látom, hogy ennek a futóversenynek országosan is híre van. Mi lehet ennek az oka? A jó szervezés, a jó légkör, a csodálatos desedra.
Az egyetemisták és főiskolások országos félmaratoni, illetve maratoni versenyén pedig egyenesen részvételi csúcs született. A kaposvári kampusz egyik másodéves mérnök hallgatója egy egyetemi váltó tagjaként érkezett a megmérettetésre. Régen a triatlonoztam is, az most egy kicsit háttérbe szorult, de a futás az úgy mindig is a mindennapjaim része volt. Mi a jó a futásban? Hát igazából az, hogy az ember fölhúzza a cipőt, igazából elvonul a mindennapi élettől, és segít a kikapcsolódásban kicsit. A hétvégi versenyen a Magyar Honvédség sportszázadát pedig két triatlonos, egy atléta és egy öttusázó olimpikon is képviselte a Deseda kerülő futáson. Tóth Tamás a Szentendrei Altiszti Akadémiáról érkezett, ő már két ötkarikás játékon is részt vett. Hát egész gyerekkorom óta, mondhatni 4 évesen én már elkezdtem úszni a Ferencvárosi Tornaklubba, utána jött a triatlon, mint szerelem 12 évesen, és igazából azóta is ebben a sportágban tevékenykedem. Voltam a Riói Olimpián és a Tokiói Olimpián. Ezen a jótékonysági futóversenyen nevezési díj nincs, viszont mindenki tehet felajánlásokat. Az így összegyűlt pénz az első 6 évben a Mosdósi Kórházat támogatta. Idén a sérült gyermekek fejlesztésével foglalkozó, országosan is elismert kaposvári Bárci Gusztáv gyógypedagógiai módszertani központ lett a kedvezményezett. Lehet főzni, sütni, sósan és édesen is fogyasztható. Ez a gőzgombóc a németség egyik hagyományos étele. Idén már 15. alkalommal állt a középpontban ez a finomság Gerezdlakon, ugyanis ismét megrendezték a gőzgombóc fesztivált. Számos csapat vett részt a főző versenyen, a látogatóknak pedig a kóstolás mellett kulturális műsorokkal is készültek a szervezők. Még táncolni is volt energiájuk ezeknek a hölgyeknek, akik a Gerezdlaki Gőzgombóc Fesztiválon vettek részt. Az idén 15. alkalommal megrendezett eseményre rekordszámú versenyző jelentkezett, 36 csapat mérhette össze gombóc főző tudományát. A megnyitó ünnepségen Dukai Miklós önkormányzati államtitkár úgy fogalmazott, fontos, hogy fennmaradjanak az ilyen programok, hiszen ezek mind a közösséget erősítik. Én úgy vélem, hogy egy helyi közösségnek ezek a típusú fesztiválok, legyen az gasztrósport vagy egyéb kulturális fesztivál, ez egy közösségformáló, közösség megtartó ereje van ezeknek a fesztiváloknak. A kicsiket, nagyokat az ország közelebbi, távolabbi pontjáról vonzza az embereket. És szerintem ezek olyan hagyományok, amit érdemes továbbvinni. A gőzgombóc egyébként egy több száz éves hagyományos tésztaétel a németség körében. Ez mára már feledésbe merült volna, ha a gerezslakiak nem tartották volna életben a tradíciót, emelte ki Hargitai János. 300 évvel a németek betelepülése után, a török világ után vagyunk, hogy a németek hoztak magukkal egy sajátos kultúrát. Általában a munkakultúráról szoktam beszélni, annak fontosságáról, de ehhez más is hozzátartozott nyelv, kulturális szokások és étkezési tradíciók. A gőzgombolc ennek volt része. Lehet édes, lehet sós, süthetik, főzhetik, számos különleges változata is van már. Ez az étel már nem csak a svábság számára érték. Nem véletlen, hogy a Gerezdlaki Gőzgombolc Fesztivál is a megyei önkormányzat korábbi döntése értelmében a megyei értéktárba is felvételre került, hiszen azt gondoljuk, hogy az a gasztronómiai érték, a gőzgombóc készítés hagyománya, amelyet a gerezslakiak őriznek és tudnak, az egy olyan érték, amely messze túlmutat a mikrotérségen. Ez mindannyiunkat, egész Baranyát jellemzi, ezért is került bele a Kincses Baranya könyv új kiadásába. A fesztiválon egyébként a finom falatok mellett kulturális műsorokkal is készültek a szervezők. Zené és táncos előadások és koncertek várták a közel 7000 látogatót Gerezdlakon. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. Biztonságosabb lesz a közlekedés Tolnán, több helyen is forgalmi változtatások történtek. Megújult a gyürei óvoda, 50 millió forintból korszerűsítették az intézményt. Huttonyos fesztivál, a kulináris élmények mellett koncertekkel várták a látogatókat Pakson. Eltiltás alatt vezetett, felesége rendszámtábláját használta, de lebukott.
Szerdán átmeneti javulás következik a nappali időszakra. A délelőtti órákban szakadozottabb felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. Délután viszont előre láthatólag ismét vastagodni kezd a felhőtakaró. Estig várhatóan nem hullik számottevő csapadék, éjszaka helyenként előfordulhat kisebb eső. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!